90-es években Berlinben együtt fociztam egy újságíró fiúval, aki kapott egy díjat valamikor 2000 környékén, aztán, mert hogy az Ulmi könyvtárban kikereste azokat a könyveket, amiket senki nem kölcsönzött ki soha, és aztán egy újságírói díjat kapott ezért, és ebből lett egy kis projekt. Úgyhogy ezért hallottam hasonlóról, mert hogy vele levelezésbe állunk azóta is. Először talán az összessel kezdeném, mert aztán így elgondolkoztam nagyon, elég sokat bogaráztam közöttük, de véletlenszerűen választottam, tehát hogy nem volt különösebb szisztémám előtte, hogy hogy lesz majd. És aztán a végén elgondolkoztam, hogy főleg a magyar könyvek, ből, hogyha csak így egymás mellé rakjuk őket, mondjuk a Lénárd Sándort, a Acélt, a Radót és a Reiszmand, meg a Berkesit, akkor ebből, hogyha az ember jól elolvasgatja őket, meg még hozzá az íróknak az életrajzát, meg a fotósnak, a Reiszmandnak az életrajzát, akkor egy 20. századi történelem szépen kijön belőle. Tehát nagyon szépen lehetne tanítani mondjuk a 20. századi magyar történelmet, hogyha ezeket az embereket csak végignéznénk, hogy mit csináltak és milyen volt a sorsuk. Elképesztő sorsok tényleg mindegyiké. És valahogy ez így lehet, hogy öntudatlanul összefűzi a dolgokat. Még a Karel Schulznak a Kőbe zárt fájdalma is ilyen nekem, de a személyes élmény alapján. Ez az egy, az kilóg, ez a korszerű múzeumi kiállítások tartalmi didaktikai és esztétikai problémái. Erre egyszerűen kíváncsi voltam szakmai okokból, hogy ez micsoda, mert sose láttam még, és nekem kéne ez. Szóval jó cikkek is vannak benne, majd elolvasom. Hát kezdjük az Acéllal, hogy lehetne másként. Ezt nemrég megvettem, ezt a könyvet, antikváriumban, és nagyon olcsón lehetett kapni ott is, tehát ott se keresték olyan nagyon az elmúlt években Acél György műveit. Azt gondolom, hogy a mai kultúrpolitika megértéséhez, meg a jövő megértéséhez elengedhetetlen lenne, hogyha ezt a könyvet néhányan kivennék a könyvtárból, vagy elkezdenék olvasni, mert valószínűleg muszáj lenne Acél szerepét tisztázni és megnézni, hogy mi volt a jó, meg mi volt a rossz ezekben a dolgokban. Ebben a könyvben egyébként ilyen 66, 67, 68, 70 közötti írások vannak. Ez egy 70-es gyönyörű kiadás a Szántó Tibor tervei alapján. A legjobbak valószínűleg, vagy a legolvashatóbbak az Acél írásai közül. Itt a 68-as felpuhulás idején készült szövegek. Nagyon szépen felépítettek, nagyon gondosan felépített szövegek, már azt is érdemes végigolvasni, hogy hogyan építgette föl ezeket a teóriákat. Érdemes megnézni, vagy megkaparni ennek a borzalmait is, tehát hogy mik azok az elvek, ami alapján aztán emberek eltűnhettek, és mármint a kulturális szintéről, akkor már nem fizikailag. Tehát vannak olyan elvek, amik szépen mondatonként kimutathatók. De aztán van egy csomó minden közművelődéssel kapcsolatban főleg, ami ma egy az egybe szinte elővehető lehetne, és megfontolandó lenne, vagy általában a kultúra fontosságával kapcsolatban. Érdekes megfigyelni azt, hogy mennyire egyensúlyoz 68 környékén a szélsőségek között, tehát hogy mennyire óv mind a két szélsőségtől. Tehát a reakciósoktól is, meg a dogmatikusoktól is. Nagyon érdekes, ez végigvonul az egészen. Ezt is érdemes ma megnézni újra. Nem tudtam eldönteni egy csomó könyvről, hogy miért nem vették ki. Tehát, hogy azért, mert annyira olcsón meg lehetett szerezni, vagy pedig már nem érdekelt senkit egy idő után. Mind a kettő szerepet játszhatott valószínűleg, meg van, amit akkora példányszámba adtak ki, hogy aztán már nem volt érdekes, mert mindenkinek megvolt. Ez azt hiszem, hogy elvesztette egyszerűen az aktualitását, tehát 89 után. A Lénárd Sándort, ezt nagyon sajnáltam, hogy nem vették ki, mert ez nagyon jó könyv, meg a Lénárd Sándor egy ilyen nagyon, nagyon jó személyiség, nagyon, nagyon szép dolog. Egyszer olvastam róla, a Siklós Péter, aki most az Iparművészeti Múzeumnak az igazgató helyettese, ő foglalkozott ezzel a témával, csinált is azt hiszem egy kiállítást, és az ő szövegét olvastam egyszer, és
Itt ugye az van, hogy válogatta és sajtó alá rendezte Szerb Antalnén, hogy ő úgy került vissza, Németországon keresztül, kerülő úton került vissza Magyarországra, kiadandóként a Lénár Sándor, mert hogy volt egy Hildegard Grosse nevű nagyasszony Németországban, aki abszolút a szívén viselte a magyar könyveknek a kiadását, és a magyar irodalomnak a mai németországi jelenléte is sok szálon függ össze Hildegard Grosséval, vagy függött össze Hildegard Grosséval, és a számára készített fordításokat a Lénárd. Tehát a Királyné nyakláncát fordította le, ha jól emlékszem, és azt elküldte utána a Grosse a Szerb Antalnénak, tehát az özvegynek. És neki nagyon-nagyon megtetszett, és ő propagálta aztán, hogy Lénárdot ki kell adni itthon. És aztán így adódott ki. Minden nyelven írtam, ezt nem tudom, hogy milyen nyelven írt eredetileg, de hát ő a poliglottok poliglottja volt, azt hiszem 10-12 nyelven beszélt. Ugye ő latinra fordította a Micimackót, meg hihetetlen nyelvzseni volt, meg minden más területe. Meg szakács, tehát ő a tényleg egy ilyen polihisztor, ez ugye elcsépelt, de valószínűleg a korában az egyik legnagyobb szaktudású, sok területen megszerzett szaktudással rendelkező ember volt. Most hirtelen a humanista szót akartam mondani, de aztán azt annyitra elcsépelt az acél, hogy van a korszakban, hogy most óvatosan használom csak inkább, de tényleg, tehát hogy ott a brazíliai őserdőben, meg Ólombányában volt ő orvos, vagy felcser, nem is orvos, mert nem szerzett diplomát, de hogy az hihetetlen történet, és ugye ebben az időszakban pont ilyen tájt keverik össze Mengelével, ugye, amikor ezt kiadják, akkor tehát 70-es évek elején van ez a történet, hogy azt hiszik róla, hogy ő Mengele, aztán tisztázni kell, és ő maga is megírja ezt a történetet. A Dóra jelenti, azt ki is adták mostanában, nem olyan régen, bővítve. Már az eredetit is szerettem, ez a főleg egy bizonyos részét, amikor még amielőtt kém lesz. Tehát már akkor is kém volt valószínűleg, akkor még nem volt kém, de hogy a híres története, második világháborús története előtti részek azok a legizgalmasabbak, meg az új kiadásban is azok a legizgalmasabbak, hogy egy ilyen fiatal ember a 20-as évek elején hogyan kóborol a Szovjetunióban, és hogy milyen dolgokba keveredik, hogy találkozik Leninnel, és hogy hihetetlen magasságokba keveredik pillanatok alatt, mint földrajztudós, mint kém, mint nem is tudom, újságíró, tehát minden tekintetben. Nagyon furcsák ezek a rakétaszerűen kilövő karriertörténetek a Szovjetunióban. Most halt meg egy-két hónapja Czeisel Éva, korunk egyik legnagyobb dizájnere és kerámikusa, és hát ő is ugye a 30-as években a Szovjetunióban a kerámiaipar vezetője volt, de volt egy csomó ilyen magyar, aki hirtelen elképesztő, Újic Béla, ugye, aki a szovjetek palotájának a freskó festését bízták rá, aztán ebbe is roppan bele, mert hogy nem lesz palota. De hát hogy tényleg hihetetlen dolgokat bíznak rájuk. A Radó pedig hát egy elég furcsa kapcsolatrendszerre, valószínűleg a kapcsolatrendszer építése volt a legfontosabb, tehát ezt nagyon tudta. Ez nagyjából a valóság, azt gondolom. Tehát biztos hozzá költöttek ezt az, de azt gondolom, hogy nem sokat hazudhatott, elhallgatott inkább dolgokat. Tehát, hogy ezt cenzúrázták is annak idején, tehát azt hiszem az oroszok is cenzúrázták a könyvét, és nagyon, szerintem nagyjából igaz, amit leír, nem is nagyon cáfolták, ha jól emlékszem. Egy időben a CIA is figyelte Radót még az 50-es években, hogy a CIA-nak is hozzáférhetőek a dokumentumai valahogy az interneten, már ami, ilyen régebbiek, elég sok mindent nyilvánosságra hoztak. Valószínűleg a soha nem olvasott fájlok között van ott is, hogy Radó Sándor mit csinált valami konferencián az 50-es években, amikor már ki tudja, hogy mennyire volt kém, vagy 60-as évek elején. Ugye akkor itthon volt már a földrajztudományok atya úristene, meg térképészet nagymestere. Aztán nem tudom, tehát hogy érdekes lenne azért a Radónak az utolsó éveit is megnézni, hogy itthon ez valóban ilyen teljes tudományos visszavonultság volt-e, vagy oka volt a CIA-nak figyelni őt.
érdekes kérdés lehet. Nem minden tisztázott ez az új kiadás sem, tehát hogy ott is az a teljes kiadáshoz lehetett volna még egy könyvet bigyeszteni, hogy hogyan dolgozzuk föl Radót. Tehát itt a könyv jobb, mint a film. Ugye van a másik, a Sellő a pecsét gyűrűn, ahol viszont a film az Kenterbe veri a könyvet. Hát itt Bodrogi Gyulára bízták a Dóra szerepét, ami szerintem, hát alkatilag valószínűleg stimmel, de hát egyébként meg a szerep szerint nem stimmelt a dolog, meg az egész olyan, hát nem tudom, valahogy meg, nagyon meg akart felelni, meg nem tudom, én nem emlékszem már annyira jól a filmre, arra emlékszem, hogy hát 4-5 éve láttam, hogy nem volt annyira jó, tehát nem szórakoztatott el. Először azt gondoltam, hogy na, ezt most jó megnézem, mert akkoriban talán nem láttam, és aztán csalódás volt. Meg a Bodrogit is szeretem, meg jó színész, de valahogy ez nem stimmelt hozzá. Na, de itt a másik film, ez az egyik legjobb film. Kémfilm, meg bűnügyi film, ami készült a 60-as években. Meg egyébként is az egyik legjobb bűnügyi film, ami Magyarországon készült. Ez 67-ben csinálták. Berkesinek a Sellő a pecsét gyűrűn című könyvéből. És ez már egy ilyen visszahatás, ezt megnéztük, hogy hányadik kiadás. Ez a negyedik kiadás, tehát ez egy abszolút bestseller volt, mint hogy a film is nem tudom hány millióan nézhették, amikor először bemutatták. És itt már a könyvnek a borítóján is az a pecsétgyűrű motívum van, amit a filmben használnak. Nem jó a könyv egyébként, nagyon nehezen olvasható, főleg a film után nagyon nehéz ezt jól kezelni. Unalmasak a párbeszédek, nem egy jó könyv. Viszont az előbb kérdezted, hogy mennyi a valóság a Radóban. Ez egy fikció, de sokkal valóságosabb valószínűleg, mint ahogy gondoltam volna én valaha. Tehát ezek a kémtörténetek, az, hogy a volt, tehát a Horthy rendszer titkos szolgálatának egyik főnöke, vagy kémelhárításának főnöke, aztán francia üzletemberként újra a háború után a magyar titkos szolgálatnak dolgozik 60-as években, az valószínűleg sokkal valóságosabb, mint ahogy sokáig gondoltuk, vagy amit a film idején még gondolhattak az emberek, hogy ez egy fikció. Sok tényleg, az idő valószínűleg igaz, hogy a Berkesi benne volt az egészben, ő a Katpolon dolgozott, meg az államvédelemnél, meg később is valószínűleg ott volt mindig a belbiztonsági kémelhárítási ügyeknél. Ezt is jó lenne tisztázni, erről is jó lenne egy könyv. És aztán szóval valóságosabb sokkal. Néhány dolog ki is derült, ilyen történelem, legalábbis számomra lehet, hogy ez mindenki számára világos volt, hogy Pécsi Sándornak a figurája az sokkal több valós elemen alapul, mint én azt gondoltam, amikor először láttam. Nem jó könyvek, az a baj. Tehát, hogy akkori sikerük ezen alapult, ezen a titokzatosságon, ami az összes sorsban benne van egyébként. Tehát ezek a Lénárd sorsa, a Radó sorsa, Acél sorsa is, Berkesié, teljes homályban voltak akkoriban. Tehát, hogy nagy misztikus köd vette körül ezeket a sorsokat, és erre lehetett építeni, tehát erre a ködre és erre a átláthatatlanságra, hogy például a másik legnagyobb bűnügyi filmben, a Fotó Hábernek a főszerepét, vagy a Háber szerepét a Szakács Miklós játsza, akiről ugye, aki disszidál, és akkor elterjed róla, hogy kém volt. És hát persze mindenki azt gondolja, hogy elterjesztik róla, hogy kém volt. Aztán kiderül, hogy tényleg kém volt. Szóval a teljes bonyolultsága az egésznek, átláthatatlansága, valószínűleg erre épül az összes Berkesi és Szilvási könyv, ezeknek a sorsoknak a titkára. Nem, nincsenek jól megírva, biztos lehet velük sikert elérni, mert rosszul megírt könyvekkel is nagy sikereket lehet elérni, mert legtűrök, meg ponyvák, meg nem jók, de nem tudom. Nem, már nincs bennük az a feszültség, csak ilyen történészi feszültség van benne. Nem hiszem, hogy nagyon sokan fiatalok közül át tudnák érezni, vagy aki nem
élte meg a 80-as, 70-es, 80-as éveket, át tudná érezni a nem tudom, egy Gregus Zoltán és Pécsi Sándor párbeszédében rejlő finomságokat. Én se tudom már, mert én meg nem éltem a 30-as, 40-es, 50-es, 60-as években, 60-asban picit, de hogy nem átérezhető. Valószínűleg nem lehetne újra kiadni őket, azt gondolom inkább, meg nem is lenne érdemes. De vizsgálni őket nagyon, tehát átszűrni még egyszer ilyen nagyon sűrű tésztaszűrőn, hogy vajon mit is tudott Berkesi, meg esetleg még megkérdezni azokat, akik élnek, hogy mit tudhatott Berkesi, és mi ebből az igazság. Kőbezárt fájdalom az egy személyes ügy, két vonalon is. Egyrészt, amikor elkezdtem művészettel, történettel foglalkozni gimnazista koromban, akkor Michelangelo volt az első, aki szemet szúrt nekem, vagy akibe beleszerelmesedtem, és akkor mindent, ami otthon volt, az összes három művészeti könyvet, és valahogy mindegyik Michelangelo-ról szólt, azt mind elolvastam, és onnét kezdődött utána a reneszánsz és a többi. És ez volt az egyik, és ezért személyesen is kötődöm hozzá, hogy ez nem művészettörténet, hanem egy ilyen regényes életrajz, de hogy a titkok hoz kapcsolódik, tehát ez a 60-as éveknek a titkaihoz, amit én is a családomban benne volt mindig, tehát hogy valahogy így mesélték mindig a szüleim a történeteket, hogy vagy el voltak harapva, vagy volt egy ilyen kis kivezetésük, amiről tudtam, hogy nem feltétlenül úgy van, ahogy mondják, vagy nem akarják mondani. Ez egy érdekes dolog volt, mert hogy ezt ajándékba kapta a mamám, mégpedig egy barátjától, akit a 60-as évek közepén, vége felé egy koncepciós perben leültettek. Ez az Ónodi ügy volt, egy elég furcsa ilyen vendéglátóiparhoz kapcsolódó ügy volt, és az anyukám barátja, ő meg akarta menteni az Ónodit, és törbecsalták, és Ausztriában utána elfogták, és aztán hazaárulásért leültették. És a börtönből küldte ezt, vagy ott úgy ajándékozta anyámnak ezt a könyvet, és valahogy ez így van ott a családi könyvtárban ez a könyv, hogy a kőbezárt fájdalom, és ez nekem úgy, hát gimnazista koromban ez a teljes, hát ismertem jól, még mindig él, hát ismerem jól anyukámnak ezt a barátját, és hát ez egy ilyen furcsa, megható dolog volt mindig ránézni erre a könyvre, úgyhogy ez azért van. Tehát ez is kapcsolódik a többihez, így ezek a mostanában vagy feloldódó, vagy fel nem oldódó titkok, hát őt is rehabilitálták aztán 89-90-ben. Ez egy nagyon szép könyv, I.S. Gyula és Reiszman Jánosnak a Balaton könyve. Na, ezt ki lehetne adni, illetve Reiszmant egyébként lehetne kiadni. És voltam Wroclawban pár hónappal ezelőtt, és Wroclawról olyan csodálatos könyvek vannak, a régi Wroclawról remek képek, és idegenforgalmi könyvként árusítják őket, és veszik is az emberek. Tehát, hogyha bemennek egy könyvesboltba, és azt külföldiek, és azt akarják, hogy a régi Wroclawról valami képet tudjanak alkotni, akkor ilyen igényes régi nagy fotósok által készített képekből összeállított albumokat lehet kapni. Na most Reiszman erre tökéletesen alkalmas lenne ma is. Nem tudom, hogy ezek nem a legjobb képei, tehát a Balaton nem, a Budapestet sokkal jobban fotózta, tehát azt is nagyon régen adták ki az ő Budapest könyvét. Itt ebben a könyvben is az a jó, amikor embereket fotóz, úgyhogy nem látják. Ő egy ilyen tipikus pillanat elkapó lesi fotós volt. Ugye a leghíresebb képei azok a Szent István körúton készültek, ott lakott valahol fönn a Víg Színháztól nem messze az emeleten, fönn a felső emeleten valamelyik házban, és onnét fotózta elég jó objektívvel az utcán sétálgató embereket, csodálatos sorozatai vannak, és a Víg Színház előtti térről nagyon jó képei vannak, de hát itt is elég unalmasak a tájképek, meg a kis idegenforgalmi folklórképek, vannak köztük jók, nem annyira jó a minőség egyébként, mint mondjuk a Budapest könyveknek, de hát az, amikor emberek vannak rajta, főkötős nénikék, vagy az, ahogy a cigány húzza
a presszóban a nótát, azok egészen hihetetlen gyönyörű képek, tehát azok világszínvonalú, csodálatos képek. Reisman egyébként is lehetne sztár, azt hiszem, tehát így a utólag lehetne belőle. Ő azok közé tartozik, hogy a Kincses Károly csinált egy ilyen kiállítást, hogy akik elmentek meg, akik itt maradtak, Reisman azok közé tartozik, akik hazajöttek. Berlinben élt, akkor a John Hartfield-el meg az Umbóval dolgozott együtt újságokban, Moholy naggyal, hát ugye aztán meg életfogytiglant kap a Rijkperben. Nekem ez angolul van meg, úgyhogy akkoriban, amikor így beleolvasgattam, azt gondoltam, hogy hát ez igen, egy ilyen rendes külföldieknek szóló kiadvány, ami így is letudott, meg Reisman is nagy részben letudott, hogy meg kell csinálni azokat a képeket, amelyeket muszáj. És akkor néha belecsempésztek egyet, biztos egy-egy mondat, vagy egy-egy bekezdés, vagy egy-egy gondolat van ilyestől is, amit érdemes lenne újraolvasni, de Reismantól meg ezeket a képeket állandóan újra nézni, ez jó. Hát ezt csak kíváncsiságból választottam be, mert hogy nehogy ez nekem nagyon jól jön most, hogy láttam. És a korszerű múzeumi kiállítások tartalmi, didaktikai és esztétikai problémái. Most, amikor nyakig ülünk a múzeumi problémákban, akkor ezt jó lesz újraolvasni, ezt a könyvet. Ez valahogy kimaradt nekem. Egy muzeológiai szeminárium volt 77-ben, úgyhogy ezt érdemes lesz elolvasni. Furcsa egyébként, mert most olvastam újra ilyen művészetet 1976-ból, hogy mennyire bírálták akkoriban a Nemzeti Galériának az átköltözését és programját, úgyhogy mindent érdemes újraolvasni és újra értékelni. Valószínűleg ezt is mai szemmel megnézni a mai muzeológiai tapasztalatokból kiindulva. Tehát amikor az ember rápillant mondjuk egy német weboldalra, ahol összegyűjtik az elmúlt években született muzeológiai publikációkat, akkor elájul, mert hogy mindenki van adva, és minden apró kis részterületről mindenki kutatja folyamatosan. Itthon ez nagyon, nagyon el van maradva. Tehát a György Péternek a múzeum kritikái, meg a könyvei, amiket kiadott, most a Frazon Zsófiának megjelent egy könyve, az is nagyon jó. Tehát, hogy jönnek ezek, vannak ilyenek, néha megjelenik egy-egy periódikában is egy-egy nagyobb tanulmány. Mostanában éledezik ez a dolog újra, de akkoriban volt egy komoly magyar kép, tehát magyarok a világ fontos muzeológusai között voltak, vagy múzeum elméletének alkotói között, úgyhogy ebbe is a Korek Józsefnek a írásai benne vannak, aki itthon ennek a vezetője volt, meg a Horn Emil, tehát voltak akkoriban, meglátjuk, hogy lesz-e most.